Az idei ősz az előző évekhez képest enyhébbnek bizonyul, a reggeli fagyok sem érkeztek még meg. Ennek ellenére nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autók felkészítését a térre. Szakemberek szerint, ha a napi átlag hőmérséklet tartósan 7 fok alá süllyed, akkor eljött az ideje, hogy lecseréljék a nyári gumit a téli változataikra. Így nem árt előre gondolkodni, és már most időpontot kérni, mondja Antal Zoltán, a Tolnai Antal Szerviz tulajdonosa. Szerintem folyamatosan át kell szerelni, mihelyt megjönnek az őszi idők, és akkor nem éri meglepetés ugye az embereket. Jó, hát ugye nem csak a gumiról kell itt azért beszélni, a téli felkészítés azért a láthatóságról is beszél, hogy ugye az embereknek akár a szélvédőt mosoljuk, az is legyen ugye felfagyározva, ne csak az legyen, hogy hát a nyáriba próbálunk ugye télen egy reggeli párát lemosni a szélvédőről. Az ablaktörlő gumik állapotára is oda kell figyelni, érdemes azokat 2 évente cserélni, illetve a fagyálló és motorhűtő folyadékot is tanácsos megmérettetni, feljavítatni a szervizekben. Hozzátartozik ehhez ugyanúgy még a fényszórók, fényszóró állapota, hova világít, merre világít. Ugye korán sötétedik, ugye későn van világos, elég sokat megyünk, ugye, vagy ilyen félhomályba, hát ugye a láthatóság nagyon fontos ilyen szempontból. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a téli autózásban a megfelelő abroncs. A féktávolság ugyanis nem azonos. A csúszós jeges úton egy téli gumival felszerelt autó már 20%-kal rövidebb fékúton áll meg a nyárihoz képest.